A hullámok interferenciája 3. Két pontszerű forrás állandó interferenciájának feltételei. Vizsgáljuk meg, mi történik, ha a két pontszerű hullámforrásunk nem pontosan azonos hullámokat bocsát ki, azaz a források fázisa vagy frekvenciája nem azonos. Ha a frekvenciák eltérése igen nagy, akkor egyszerűen a két különböző hullámhosszúságú hullám egymásra rakódását figyelhetjük meg. Érdekesebb eset az, amikor a frekvenciák azonosak, de a két forrás közt fáziseltérés mutatkozik. Első pillantásra a két hullámkép megegyezik, és a jól ismert erősítési és gyengítési hiperbolákat kapjuk. Azonban alaposabban megnézve az animációkat rájöhetünk, hogy az erősítések és a gyengítések ugyan fix helyen vannak egy eseten belül, de ezek a helyek máshol vannak a két képen. Nézzük meg, mi történik, ha a két forrás frekvenciája kissé eltér. Ezen az animáción az egyik forrás 6, a másik 7 Hz-es. Megállapíthatjuk, hogy az interferencia kép nem állandó. Mind az erősítési, mind a gyengítési helyek lassan vándorolnak. A hullámtér egy tetszőleges pontján pár periódus ideig erős a hullámzás, majd átmegy a gyengébe, majd újra erős lesz. Amennyiben a források frekvenciája jelentősebben eltér, az interferencia mintázat igen gyorsan vándorol. Egy kiválasztott pontban első ránézésre össze-vissza változó rezgéseket kapunk. Az interferencia képet összezavaró utolsó esetként nézzük meg azt, amikor a források távolsága a hullámhoz sokszorosa. Ha a források frekvenciája azonos, akkor elvileg állandó interferencia képet kapunk, de az erősítési és gyengítési helyek olyan sűrű lesznek egymás mellett, hogy a gyakorlatban nehéz lesz őket elkülöníteni. Összefoglalva az eddigieket, akkor kapunk jól felismerhető interferencia képet két hullámforrás esetén, ha a források frekvenciája megegyezik, B. a források fázisa rögzített, C. a források távolsága nem sokkal nagyobb a hullámhossznál.